és uraim, tisztelt házelnök úr, főigazgató úr, igazgató úr, hölgyeim és uraim! A pék minden nap süthet új kenyeret, de az építész csak azt tanácsolhatja az ügyfeleinek, hogy ültessenek kúszó növényeket, ha nem tetszik nekik a végeredmény. Vagyis minden új épület kockázat. Különösen a mai világban az, amikor az építészek már nem akarnak a régi, bevált, történelmi stílusok forma nyelvén beszélni. Vagyis izgulunk. Végig izgulunk. Végig izguljuk a nagy léptékű építkezéseket. Csak a kész épületre vetett első pillantáshoz megnyugvást. Ízlés kérdésében nehéz, és csak ritka pillanatokban sikerül egyetértésre jutni. A mai pillanat ilyen. Közmegegyezésnek tűnik, hogy Fujimoto úr kiváló munkát végzett. Hadd tolmácsoljam most neki a magyar emberek köszönetét a munkájáért. És nem csak a tervezőnek, de a kivitelezőknek, fő- és alvállalkozóknak, mestereknek, munkásoknak és segédmunkásoknak, vagyis mindenkinek, akik munkájukkal lehetővé tették, hogy ma itt állhatunk. Köszönjük szépen! Befelé jövet az is eszembe jutott, hogy az épületet egy japán emberrel terveztettük meg, miközben a magyar zeneházának szánjuk azt. Miért van az, hogy egy japán elme alkotta térben mi magyarok otthon érezzük magunkat? Talán azért, mert a két nép, a két szellem, a japán és a magyar géniusz közötti távolság mégsem olyan nagy, mint a földrajz alapján gondolnánk. Emlékezzünk csak az 1930-as évek rokonság kutató tudományos erőfeszítéseire. De az is lehetséges magyarázat, hogy ez az épület nem akarja megerőszakolni a környezetét, inkább organikusan illeszkedik, idomul, harmonizál, szervesül. És ez a magyar szemnek szép. Ez a megközelítés nem csak a japán, hanem a legkiválóbb magyar építészeti hagyományoknak is sajátja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán Churchill mondta, előbb mi formáljuk az épületeinket, majd azok formálnak minket. Ezért beszéljünk egy kicsit magunkról is. Nehéz időket él át Európa, járványok, népvándorlási hullámok követik egymást. Az európai energiaválság itt van a nyakunkon, a brüsszeli ideológiai nyomásgyakorlás is nő, miközben kontinensünk politikai, katonai, gazdasági és kulturális, sajnos kulturális súlya is folyamatosan zsugorodik a világ többi részéhez mérve. Máshol az ilyen intézmények a járvány miatt inkább bezárni, leépülni és visszahúzódni szoktak, miközben nálunk itt áll teljes fényében ez a lenyűgöző, erős kulturális kisugárzású új intézmény. Ráadásul a Magyar Zeneháza nem magában árválkodik, hanem része egy hatalmas kulturális beruházásnak. Vagyis állapítsuk meg, mi magyarok kulturális expanzióban vagyunk, válság ide vagy oda. Az elérhető legfrissebb adatok szerint a magyar kulturális kiadások arányaiban, igaz, holtversenyben az első helyen állnak az Európai Unióban. 2010-ben ugyan a középmezőnyben voltunk, de jött a nemzeti alkotmányos fordulat, és sikerült ilyen szépen visszakapaszkodnunk az élre egy évtized alatt. Hiába a magyarok önképének fontos része, hogy mi kultúrnemzet vagyunk. De hölgyeim és uraim, ne felejtsük el azt sem, hogy miként viselkedtek politikai ellenfeleink a Városliget megújításának ügyében. Egyáltalán nem véletlen,
hogy a főpolgármester úrnak éppen máshol akadt ma dolga. Óriási a kísértés, hogy elégtételt vegyünk, hiszen látva ezt a gyönyörű épületet, a tömött sorokat, a számos nemzetközi elismerést, a napnál is világosabb, nekünk volt igazunk. A baloldali politikai munkások védték, ami lepusztult, lelakott és méltatlan volt, és ellenezték, ami szép, világszínvonalú és lélekemelő. Nagy a kísértés, de talán mégsem illik, hogy a Magyar Kultúra napján politikai revanssal foglalkozzunk. Én sem teszek ilyet, annyit azonban kicsiklandozik belőlem a kis ördög, hogy halasszuk ezt, ne feledkezzünk el róla, csak halasszuk ezt el, és inkább, hogy stílszerű legyek, áprilisban húzzuk el a nótájukat. A tisztelt hölgyeim és uraim, revans helyett evezzünk inkább komolyabb vizekre. Vannak a magyar kultúrának kitüntetett helyszínei. A Városliget ilyen. De nem volt mindig méltó a nagy híréhez. Arany János például 1877-ben ezt írta róla, idézem, úgy összeillünk párosan mi, kopott ember, kopott liget, idézet vége. Úgy tűnik, se arany, se a liget nem volt túl jó állapotban akkortájt. De aztán jöttek, következtek a milléniumi fejlesztések. Szép művészeti múzeum, műcsarnok, hősök tere, közlekedési múzeum, Vajdahunyadvára, a millénium háza. A kopott liget egy csapásra a magyar kultúra parnasszusává vált. Csak aztán jött a világégés, majd a kommunizmus több mint 4 évtizede, és parnasszusból újra kopott liget lett. 2010-es visszatérésünkkor azt akartuk, hogy a liget váljon újra a magyar kultúra fellegvárává. Így született meg a liget projekt, ha szabad ilyen szavakat használni a Magyar Kultúra napján. Akárhogy is hívjuk, ez Európa legnagyobb kulturális beruházása. A Néprajzi Múzeum új épülete, a már megújult Szépművészeti Múzeum, a Millennium háza és a Rózsakert, nem messze kapott helyet az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, és kap majd új épületet a Közlekedési Múzeum, és így jött létre a Komáromi Csillagerőd kiállító tere is. Úgy illendő, hogy a munkát elvégzőkön túl köszönetet mondjunk Tarlós István úrnak is, akinek főpolgármestersége alatt a beruházások elindulhattak. Az ő idejében a főváros és kormány olyan olajozott együttműködést hozott létre, amelynek gyümölcseit még hosszú évtizedek múltán is élvezni fogják a budapestiek, és büszke lesz rá az egész magyar nemzet. Köszönjük, István! Tisztelt hölgyeim és uraim! Az ország építők nevét a magyar nemzet soha nem felejti el. Ilyen országépítők adták nekünk a Lánchidat, az Országházat vagy a Margit hidat. Kerékkötők, károgók, hátráltatók, országrombolók mindig voltak. De az ő nevükre senki sem emlékszik, mert a magyar nemzet egyszerűen kiejti őket az emlékezetéből. Arról is beszélni kell, kedves barátaim, hogy jelenlegi formájában a Liget projekt egy félkész vállalás, egy befejezetlen mű, torzó. Éppen ezért nagyon várjuk már, hogy a magyar választók áprilisban végre pontot tegyenek az ügy végére, és lezárhassuk ezt a vitát. Végezetül, tisztelt hölgyeim és uraim, a mai európai politikai viták új fénytörésbe helyezik az európai magas kultúrát, még pontosabban annak küldetését. Globalizáció versus keresztény alapok, brüsszeli bürokrácia a nemzeti büszkeséggel szemben, bevándorlás versus családtámogatás, genderpolitika vagy gyermekvédelem. Ez nem egy nyugat-kelet, hanem egy új nyugat-nyugat konfliktus.
és ennek következtében mondjuk ki, a kulturális elidegenedés fenyeget. Mi viszont Európát szeretnénk egyben tartani. Tennünk kell tehát a kulturális elidegenedés ellen is. Ezért most a magas kultúra klasszikus értékeihez kell fordulnunk. A magas kultúra közvetíthet, tiszteletet parancsol, és odafigyelést követel ebben a bábeli zűrzavarban. Ha van olyan magasabb rendű cél, aminek az elérésére a zene, ideértve a magyar zenét is alkalmas, akkor ez éppen az. Köszönöm, hogy együtt lehettem önökkel, köszönöm a figyelmüket. Magyarország előre megy, nem hátra, mint hallhatták. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarország!